Sziasztok! A hátam mögött a Penzát láthatjátok, ez a mai úti célunk, itt fogunk körbenézni, már nagyon régóta szerettem volna eljönni és felfedezni a belvárosát. Azt olvastam valahol, hogy a belvárosból kitiltották az autókat és a tömegközlekedést, ehhez képest elég sokan parkolnak itt, lehet, hogy beljebb már nem lesznek annyian, vagy nem tudom, lehet, hogy csak rosszul olvastam, de szerintem nem olvastam rosszul. Körülbelül 7000-en élnek itt, és amire nagyon kíváncsi vagyok, az az appenzeli sajtfondű, illetve a saját készítésű sörük, és persze a tipikus svájci házibók. Tartsatok velem! Van itt egy nagyon régi kis kápolna-szerűség, ezt muszáj megnézem belülről is. Lehet, hogy nekem is gyújtanom kéne itt egy gyertyát. Nem vagyok katolikus, de van miért imádkoznom. Itt azért egy kicsit beljebb a belvárosban egyáltalán nincsenek autók, úgyhogy szerintem mégis csak jól olvastam. Nézd meg, milyen gyönyörűek ezek a házak. És ez itt pont eladó. Kúgyuskánk, titeket még itt hagytak egyedül? Kutyuli! Kutyuli! Megjött a gazdi, mi? Penzer, neked nem öröltetek így. A Penzernek van egy legendája, miszerint azért vannak a hegy oldalban ennyire elszórva a házak, mert nagyon régen járt erre egy óriás, akinek a zsákjában apró faházigók voltak, de menet közben kiszakadt a zsákja, és így putyogtak a faházak jelenlegi helyükre. Mutatom. Ezekre a szerte széjjel heverő faházakra gondol a legenda. Mit szóltok hozzá, mennyire hangulatos? Mondjuk télen nagy hóesésben a hegyről lejönni autóval nem lehet egy leányálom, de az már egy másik témakör. Ha van egy üres szobátok a Appenzellben, szóljatok és beköltözöm szívesen. Na ezekért a tipikus svájci házakért jöttem én eddig. Mit szóltok hozzá? Biztos vagyok benne, hogy másnak is tetszik ez a stílus, nem csak nekem. Kárpátalján, a Színevér mellett van egy kis falu, hívják, hogy Kolocsáva, vagyis magyarul Alsó Kalocsa, és pontosan ugyanígy néz ki, mint itt ez a rész. Talán ezért is érzem magam otthon ennyire itt. Igazából egész Svájc úgy néz ki, mint Kárpátalja, csak egy sokkal rendezőbb infrastruktúrával. Ezt valaki meg tudja magyarázni, hogy ez mi? Körülbelül 5 percenként történik, és az elsőnél úgy megijedtem. Eddig Appenzellt találom a legsvájciabb falunak, ahol eddig jártam. Ha tudtok javasolni ilyen tipikus svájci falvakat, ami nektek nagyon tetszett, akkor írjátok meg őket kommentben, szívesen felfedezném őket én is. Ez a csatorna fedél szerintetek miért forog? Még nem láttam ilyet. Az Appenzeller sarkfondűt választottuk végül az appenzelleri sörrel, ami annyira jó illatot áraszt, hogy nagyon-nagyon jónak ígérkezik. Hú, gyerekek! Egy jó sarkfondű helyre tesz mindent. Mutatom a helyet, csinálunk egy kis reklámot nekik. Aki jó sarkfondűt akar enni is Appenzellben, ide. Mind a kiszolgálás, mind a kaja minősége, az árasa annyira brutál. Igazán nagyon-nagyon-nagyon jó. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a városnézésen, remélem, hogy élveztétek és kedvet kaptatok ahhoz, hogy ti is eljöjjetek. Örülök, hogy sikerült ennyire jól kihasználni a Vénaszört nyarát, úgy gondolom, hogy ez az utolsó esőmentes nap, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő hét. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!